Sziasztok, én Niki vagyok, és ez a mai videó egy haul videó lesz. És voltam a Rossmannban, a DM-ben, a Pepco-ban, illetve a Hisbe és a Kikbe. Úgyhogy egy pici mini vásárlást így egyben megmutatok nektek. Hogyha van kedvetek és időtök, akkor tartsatok velünk. Jó, először is kezdeném a Rossmannnal. A Rossmannban voltunk, és nagyon erős sminklemosót kerestem, mert az utóbbi időben sokat gyakorolgatok így este sminkelni, és hogy le is tudjon mosni a sminket. A spirált is akár le tud mosni, és ilyen erősebb sminkeket. És az eladó hölgy ezt az iszanás sminklemosót ajánlotta. Ez egy ilyen olajos szemfesték lemosó. Elviekben azt mondta, hogy ez egy nagyon jó termék. Így néz ki, amikor így fölrázod, akkor így fölfele megy ilyen kék színű anyag benne. Kíváncsi leszek, még nem próbáltam ki. Egyébként az ára ilyen pár száz forint volt, úgyhogy erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog nekem hatni. Meglátjuk. Amit még a Rossmannban vettem, ezt már mutattam a videómban, az előző videómban, ez a Catrice-nek, ez a Pure Volumen Szempilla Spirál. Én egyébként azt hittem, hogy ez egy régebbi kiadás, közben meg most jött ki. És egyébként most is az a szempilla spirál van rajtam, és nagyon megszerettem, és nagyon szép, gyönyörű a keféje, nagyon szép villákat lehet vele csinálni. És kellemes viselet, nagyon jó viselni, úgyhogy ezt tényleg ajánlom, aki szeretné és szereti a Catrice-es szempillaspirálokat. Amit még vettem, és ezt is szintén mondtam, a Catrice-nek ez a Zoe primere. Ez szóval elvégben azt ígéri, hogy a ráncokat, a finom ráncokat láthatatlanná teszi, és a pórusokat összehúzza. Egyébként amikor felraktam először, nagyon szépítette az arcomat, és tartósá teszi a sminket, úgyhogy ezt már tudom úgy ajánlani és úgy elmondani, hogy ezt már tényleg valóban teszteltem, és ez nagyon jó. Úgyhogy a Catrice-nek ez egy nagyon jó találmánya, szintén nagyon jó találmány, és nagyon szeretem. Aztán, amit még mutattam nektek, ugye a Catrice-nek a Spark of Joy palettája, ez már a DM, közben áttértünk a DM-be. Erről ugye már készítettem nektek videót, ez az én verzióm, ez az én palettám. Kicsit becsillan. Ezt már mutattam, úgyhogy erről nem fogok nektek swatchot mutatni, hiszen abban a videóban mutattam, és azt ígértem, hogy
karácsonyi feeling, és azt ígértem ugye, hogy ebből hozok majd még nektek videót, illetve mutattam, hogy egy ajándék van annak a kedves nézőnek, akit majd kisorsolunk december 19-ig, aki játszik a játékban, aki részt vesz a játékban. Aztán mutatom még, hogy miket vásároltunk. Ez volt a DM. Ja, és illetve még itt van a Spark of Joy-hoz, a Spark of Joy-nak a pirosítója. Ezt is már ugye szétszedtem, és ezt is mutattam nektek az előző videóban, ezt a sticket, ami így néz ki, és ez a pink árnyalat, és nagyon gyönyörű, nagyon kellemes látszíne van neki, és nagyon jól, nagyon szép az arcon, és ezt több helyre is fogod tudni alkalmazni, és ebből szeretnék majd még egy videót hozni. Amit vásároltunk, akkor jöjjön még a Pepco, jó? Legyen a következő. Is pár díszt vettem, bár még sok mindent kinéztem, és aztán hogy süt egy időnk, vagy elmenni, azt majd meglátjuk. Az egyik az egy ilyen asztali terítő, amely ilyen piros színű, és ilyen hópelyhes minta van benne. Ez 2 méter valamennyi, már a papírba került, és így az asztal közepére fogjuk tenni így a karácsonyi alatt. Aztán amit még vásároltam, az ilyen kiegészítő, mert van már nagyon sok gömböm, viszont most azt gondoltam, hogy ilyen piros-zöld és aranyárnyalatban lesz a fenyőfánk, és vásároltam még ezt a nagyobb karácsonyi díszt, ezeket a gömböket, illetve ez is 1550 forint. Ebből még szerintem, ha marad, mégis látok, akkor biztos, hogy veszek egyet vagy kettőt, mert mi nekünk szokásunk volt az otthon, hogy csak egyszínű legyen a karácsonyfa, és hogyha még veszek talán egy vagy két gömböt, akkor megvan szinte minden árnyalat, amit szeretek, és akkor vagy csak arany, vagy csak piros, vagy csak zöld színű lesz majd a fa ezután. Jó, úgyhogy ezt vásároltam, még vásároltam a Pepco-ba ezek az aromaterápiás gyertyák. Szeretem nagyon ezeket a nagyobb méretű gyertyákat. Hát eddig még sose gyújtottuk meg őket, de annyira gyönyörű és szép önmagában, hogy ezeket szerettem volna megvásárolni. Vásároltam egy ilyen zöldes aranyat, egy ilyen teli aranyat, és ma még szeretnék egy pirosat, hogy akkor ez a 3 szín tükröződjön itt az egész nappaliban. És hát igazából mindegyiknek nagyon, mind a kettőnek nagyon finom illata van, úgyhogy valószínűleg meg is fogom gyújtani majd őket szenteste, vagy pedig így a továbbiakban. Amit még vásároltam magamnak, egy ilyen kis kosárka, ebből majd meg szeretném venni, még ebből azt hiszem, hogy 3 darab volt, 3 méret, és hát így az asztalomra, hogy így egy-két dolgot tudjak beletenni, és ennek a darabja pedig 780 forint, úgyhogy de ez is egy nagyon szép ilyen kis bársonyos anyaggal van beborítva, úgyhogy ezt vásároltam még. Szintén ide a sminkes tuccaimhoz ennek a darabja 320 forint, és ebben 3 darab ilyen kis kosár van, ilyen ceruzáknak és ilyen kisebb termékeknek gondoltam ide a fiókomba még pluszba. Amit még vásároltam, az egy ilyen telefonálvány, ennek 1550 forint darabja, hogyha esetleg valaki ezt szeretne vásárolni. Ugyanis van 2 darab állványom is, de mindig problémában vagyok a jó beállítással, úgyhogy ezt azért vásároltam. Úgyhogy a Pepco az ennyi lett volna, és akkor mutatom a Kikket. Akkor a Kik, igazából ott gyerekcuccokat szerettem volna nézni, és nagyon sok karácsonyi díszünk van, de ez a kettő valahogy nagyon megfogott, ez a kettő fekete. Hogy miért pont a fekete, soha, de soha nem szoktam venni fekete díszt. Nem is szeretem, de ez nagyon megfogott, illetve ez is, de így önmagában nekem ez túl gyászos, és én ezt nem szeretném. Ezért én arra gondoltam, hogy ilyen nagyon picike, vagy piros, vagy zöld, vagy aranyszínű, nagyon pici, a legkisebb gömböt szeretném majd így rátenni dísznek, és így fel fogom díszíteni. Illetve hát ez meg azért tetszik, mert ott van az a szarvas. Ennyi lett volna ez a videó mára. Úgy látom, hogy mást ebbe a videóban nem szeretnék bemutatni. Illetve lesz még hamarosan haul videó, mert rendeltem megint a Notinutól és a Makeuptól
egy jó pár dolgot, azokat majd meg szeretném nektek mutatni. Remélem, hogy van olyan, ami nektek is hasznos, és hát, ha ti is esetleg ezek után megvásárolnátok, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő videóban, legyen nagyon szép napotok, sziasztok!